és múzeumpedagógiai foglalkoztatókat. A közgyűjtemény védelmének érdekét szorosan össze kell hangolni a Ludovika épület műemléki felújításával és eredeti oktatási funkciójának visszaállításával. Az egyetemfejlesztési igények nem érintik a kiállító tereket és a nagyobb gyűjteményi tereket. Szó sincs tehát korábbi beruházások feleslegessé válásáról, és ezek helyett új befektetésekről. Mint tudjuk, az országgyűlés határozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalapításáról, amely a jelenlegi Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskolát és a Corvinus Egyetem közigazgatási karát egyesíti majd. E döntés a Nemzeti Erőforrás Minisztériumra nézve is kötelező, ám egyelőre csak az alapításról szól. Az új intézmény elhelyezéséről még nem született határozat. De a kormány vizsgálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központjának az egykori Ludovika Akadémia épületegyüttesében történő elhelyezését. Erről jelenleg zajlanak az egyeztetések. A Ludovika épületével kapcsolatban egy megvalósíthatósági tanulmány is készül. Ezek előfeltételei egy megalapozott határozathozatalnak. A döntés előkészítési folyamat minden érdekelt bevonásával történik, és nem kerüli el a kormány figyelmét azt sem, hogy az épületben EU-s pályázat keretében egy fejlesztési projekt zajlik. Képviselő úr említi továbbá az Országos Vadászati Múzeum ügyét. A hosszú ideje elhanyagolt állapotú, pusztuló 60-ig Rassalkovics kastély felújítása és kulturális célú hasznosítása véleményem szerint össztársadalmi érdek, különösen egy olyan országban, amely olyan vadászokkal büszkélkedhet, mint Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán, Károly László és még nagyon sokak. Az elképzelt kiállítás, Madersbach Viktor, az elképzelt kiállítás a vadászokon túl is széles látogatói rétegek érdeklődésére tarthat számot. A beruházás fedezetét egyébként EU-s pályázat segítségével kívánjuk biztosítani, tehát alapvetően nem a magyar költségvetés terhelni. Kérném válaszom elfogadását. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Tisztelt államtitkár úr, nem tudom elfogadni válaszát azért, mert ugye volt már egy első Orbán kormány is, amikor önöknek lett volna lehetőségük arra, hogy ezt az önnek, ön szerint hibásnak nevezett fejlesztést leállítsák. Ugye azóta eltelt újabb 8 esztendő, imáron 9 esztendő, a fejlesztés egészen 2007-ig folytatódott, tehát abban az esetben, hogyha önök következetesek lettek volna a saját álláspontjukhoz, akkor 2011-ben már biztosan nem vizsgálták volna fölül ezt. A másik, hogy nem kaptam választ, arra a kérdésemre lesz sem, hogy mi lesz végre ennek a múzeumnak az egységes elhelyezésével, ugyanis, hogyha ön a válaszában azt mondja, hogy van, ami itt marad, van, ami meg adott esetben menni fog, akkor ez ennek a múzeumnak a további széttagoltságának megtartását jelenti. Ezért hát válaszát nem tudom elfogadni, és remélem, hogy nem ilyen irányú döntés születik. Köszönöm szépen, képviselő úr! Mint hallhattuk, Bödes Barna képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ, ezért tisztelettel kérdezem, a ház elfogadja-e az államtitkár úr válaszát. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés, az államtitkári válasz. 174 igen szavazattal, 71 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt képviselőtársaim, az interpellációs időszakunk végére értünk. Most áttérünk az azonnali kérdésekre. Tisztelt országgyűlés, Harangozó Gábor, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Ez jelenti önöknek a gazdákkal és a helyi közösségekkel egyeztetett földosztás címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Ángyán József államtitkár urat jelölte ki.
Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. Képviselő úr jelzi, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Képviselő úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A jelenlegi kormány koncepciója egyértelmű volt az utóbbi egy évben. Folyamatosan azt hangoztatták, hogy mindig az adott helyben élőket kell földhöz juttatni, akár a jól működő mezőgazdasági vállalkozások szétverésének árán is, mert így tudnak a helyieknek jövedelemszerzési lehetőséget biztosítani. A Nemzeti Vidékstratégiában is kijelentették, hogy megkezdik a gazdákkal és a helyi közösségekkel egyeztetett, általuk szervezett birtokrendezést. Hát ismét kiderült, hogy a kormány, mint mindannyiszor az utóbbi évben mást mond és mást cselekszik. Kaba térségében 1000 hektárnyi földterületet vehettek bérben olyan jó részt nem a településen élő vállalkozók, akik eddig ismeretlen módon valahogy megsejthették, hogy erre lehetőség van. A helyiek szerint a megyei közgyűlés Fideszes elnökének baráti köre jutott Szántóhoz. Bár az illetékes megyei hivatal korábban összeállított egy listát, hogy a helybéliek közül kinek lehetne haszonbérletbe adni ezt az 1000 hektárt, ám egy hangfelvétel tanúsága szerint a Vidékfejlesztési Minisztériumban közölték, hogy másoknak kell megkapni a területet. A Fidesz modellje eddig a 10-20 hektáros családi gazdaságokról szólt, ám a haverok mégis akár több százezer hektárhoz is hozzájuthatnak. És immár az sem számít, hogy helybéliek-e a kedvezményezettek. Orbán Viktor miniszterelnök korábban 100 000 hektárnyi szabad állami földről beszélt. Ezek valójában bérművelésben álló területek, sok gazda beruházott, gépeket, technológiát leasingelt, hitelt vett fel. Ezen gazdák most lehetetlen helyzetbe kerülnek, közülük rengetegen tönkre mehetnek, hogyha a modell általánossá válik. Úgy tűnik, ismét új módszer dolgoztak ki arra, hogy miképpen lehet legalább 100 000 hektárnyi földhöz juttatni a hatalomhoz közel állókat. Tisztelt államtitkár úr, milyen módon kerülhetett ez az 1000 hektárnyi földterület a kabai modellben a kiválasztottak kezében? Általános lesz-e ez a Fidesz további politikájában, és kit terhel a felelősség ezen jogsértő eljárásban? Várom megtisztelő válaszát. A válaszra megadom a szót Ángyal József államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Elképesztő állapotban vette át a föld készletet az Orbán kormány. Egy év kell ahhoz, hogy egyáltalán világosan lássuk, hogy hol vannak az állami földek, és kik használják őket. Amit látunk, az katasztrofális. Hogy mondjam azt? A bérbeadott állami földek 80%-át a 180 legnagyobb tőkés társaság bérli. Méghozzá elképesztő körülmények között bérli. Olyan szerződés is van a kezemben, hihetetlen egyébként, ahol kérem szépen az 1 hektár szántónak a bérleti díja ezeknek a tőkés társaságoknak az esetében 100 forint hektáronként, ez talán 3 zsömlének felel meg egy évre. A gyepek bérleti díja, kedves képviselő úr, 50 forint. És miután az erdő esetében valami természetvédelmi dolgot is vállalta az illető tőkés társaság, nem fizet bérleti díjat a földért, kedves képviselő úr. Ilyen körülmények közt kótya vetélt el az állam a földeket, amit most ön megkérdez. Egyébként az Agroqualit nevezetű társaság csődbe ment, ezt elfelejtette elmondani. Ez a csődbe ment társaságnak a bérleti jogviszonya 2010. december 31-ével lejárt. A földalapnak az a dolga, hogy a föld védelméről szóló törvény alapján biztosítsa a folyamatos használatot. Ezért, akik bejelentkeztek földhasználatra, tudván azt, hogy lejárt az a földbérleti szerződés, valamennyit megkereste. A birtokpolitikai irányelvek viszont azt mondják a földalapnak valóban, hogy családi gazdálkodóknak, kis-közepes családi gazdálkodóknak fogjuk a tőkés társaságok helyett juttatni a földeket. Erre hoztak létre azok a családi gazdálkodók egy polgárjogi társaságot, hogy béreljék ezt a földet. Ezek családi, egyéni gazdaságok, szemben azzal a konzorciummal, amit a tőkés társaságok klientúrája hozott létre. Nos, a továbbiakban, majd az egy percben még egy-két részletet szeretnék elárulni önnek erről az egész akcióról. Köszönöm szépen. Viszont válaszra megadom a szót Harangozó Gábor képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát én továbbra is azt kérdezném, hogy miért nem a 20 kabai gazda kapta meg a földet? Miért a fideszes haverok kaphatták meg a földeket? Államtitkár úr,
kísértenek a tokai szőlők, kísért a 12 állami gazdaság, csak most már nyilvánossá vált a botrány. Senki sem érti, hogy miért nem a helyiek kaphatták meg ezeket a földeket. De hát persze értjük mi ezt, ha egyszer kell a föld, elvileg 2/3 van, bármit megtehetnek. Egy perces viszont válaszra megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr! Tavasz folyamán derült ki az, hogy olyan földek is vannak, amelyekre az állam azt se tudta, hogy az ő földjei, és használja. Ezért azt határozta a földalap, hogy egy évre, határozott időre, mondom még egyszer, október 31-éig hasznosítási szerződést köt, megbízási szerződést köt azokkal, akik hajlandók művelni azt a földet. Ez, hadd mondjam képviselő úr, semmiféle előhaszonbérleti és elővásárlási jogot nem keletkeztet. Nem keletkeztet, kedves képviselő úr, ezt azért elfelejtettem mondani. A pályáztatás egyébként az ősz folyamán fog megindulni. Garantálhatom önnek, hogy a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően nem a tőkés társaságokat fogjuk előnyben részesíteni, hanem a családi, egyéni gazdálkodókat, mert Európa erről szól, és ebben van a vidék jövője is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kulcsár Gergely, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Van egy kis probléma az EU források felhasználásával címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt Cséfalvai Zoltán államtitkár urat jelöltek ki a válaszadásra. Tisztelettel kérdezem, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. Képviselő úr jelzi, hogy elfogadja. Képviselő úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr. A debreceni ISPA csatorna beruházás, amelyet jó részt EU-s forrásokból finanszíroz a város, jó ideje borzolja a helyi polgárok idegeit. A Jobbik helyi képviselői megpróbáltak utánjárni az ügyeknek, azonban a hivatal fékezte az adatok kiáramlását. A város fideszes vezetése a projekt koordinálásával, illetve az abban elkövetett szabálytalanságokkal, melyek a jelek szerint Brüsszelből is láthatóak, hiszen vizsgálatot rendeltek el a beruházással kapcsolatban, akár a város csődjét is kockáztathatja. Mintegy 16 milliárd forintnyi eurót kellene visszafizetni az Uniónak, amennyiben a félelmünk beigazolódik. Jelenleg a város 30 milliárd fölötti adósságállomány görget maga előtt, és a vagyonkezelő, melynek bevételei leginkább a közszolgáltatásokon keresztül megfejt polgárok zsebéből kerülnek elő, mintegy 12 milliárd adóssággal is bír. Ez az a mintaváros, melyet Kósa Lajos szerint mindenki irigyel. A LOT 3 projekt egyik alvállalkozója, akit jó szokás szerint nem fizettek ki, beszámolt a beruházás közben megért viszontagságokról, szabálytalanságok tömkelegéről, melyet részletesen dokumentáltak. A kivitelezőnek a beruházást értékelhető tervek nélkül kellett megkezdeni, és a megbízó a terület közműtérképével sem tudott szolgálni. A nyomvonal jelenleg szinte sehol sem simmel, és a csatorna keresztmetszetét is változtatni kellett menet közben. Később a terveket az elkészült beruházásnak megfelelően próbálták megrajzolni utólag, ami még így sem sikerült. Végleges terv ez idáig sincs. Ez azért is furcsa, hiszen ezt az EU források miatt már rég le kellett volna adni Brüsszelnek is. Egyébként a kivitelezésnek szinte semmilyen részlete nem olyan, mint ahogy azt eredetileg elgondolták, gyakorlatilag a véletlenek és a pillanatnyi körülmények írták a munkálatok forgatókönyvét. Természetesen a műszaki tartalom vonatkozásában a legnagyobb a deficit. Ezen információk birtokában kezdeményezzük a vizsgálatot, és az elvárható jogi lépéseket is megtesszük. Kérdésem a következő. A kormány az Unióhoz hasonlóan tervez-e vizsgálatot ez ügyben, ugyanis mintegy 7 milliárd forintnyi költségvetési összeggel az állam is támogatta ezt a csatorna beruházást. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Cséfalvai Zoltán államtitkárnak. Parancsoljon, államtitkár. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő. Előjáróban két dolgot szeretnék megemlíteni. Ugye az uniós források felhasználási javarészt pedig uniós forrással megvalósuló pályázatnak az ügyéről van szó. Az alapvetően a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik, tehát kérdését igazából hozzájuk célszerű célozni. A másik pedig, amit említett, Debrecen város költségvetéséről, anyagi helyzetéről, szintén nem a gazdasági miniszter illetékes ebben választ adni. De azért nem szeretném kikerülni a kérdést is, tehát 2002-ben indult egy csatornázási és szennyvíztisztító projekt, 88.480.000 euró értékben, amiből 58%-ban a kohéziós alap támogatta. 2009. szeptemberében a
az Európai Unió illetékes regionális igazgatósága végzett egy auditot, amelyben a többi projektet és más projektet is ellenőrzött. Ebben azt találta, hogy a debreceni szennyvíz projektben egy 170 ezer eurós csatornázási pótmunka, egy 1,5 millió eurós nyomó vezetéképítési pótmunkaszerződés és egy csatornaépítési technológia váltásból adódó többletköltségre vonatkozó 800 ezer eurót magába foglaló szerződés mozgósítást vizsgált. Ebből a 800 ezer eurós technológia váltásból adódó többletmunkára vonatkozó tagállami érvelést, tehát a magyar érvelést az Európai Unió elfogadta. A másik két tételnél, a 170 ezer, illetve 1,5 milliós tételnél itt egy pénzügyi korrekció lehetőség áll fenn, amennyiben a város megtölti ezt tartalommal, tehát ez sem jelent ebben az esetben elveszett forrást. Köszönöm. Egy perces viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak címeztem a választ, de ők átpasszolták önöknek. Egyébként olyan dolgok is megtörténtek ezen beruházás során. Egy 2010. hó 6-án készült építési napló, amit a kivitelező mellett a megrendelő és a műszaki ellenőr is aláírt. Következő mondat szerepel: engedélyes és jóváhagyok tervek nincsenek, ez 2010. hó 6-án. És ennek ellenére egy 2010. 9. hónapban szeptemberi tervdokumentáció, viszont már rajta vannak a decemberig elvégzett munkák. Itt komoly visszaélések lehetnek, és ez ügy felveti azt a kérdést is, hogy a kormány mikor tesz lépéseket a lánctartozások felszámolására, ugyanis itt is ki nem fizetett magyar vállalkozókról is szó van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy perces viszont válasz illeti meg államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár. Köszönöm a szót. Hát elég nehéz így vitatkozni egy-egy említett munkavégzés igazolásával, amiről itt önkezébe sincs ott, tehát nem tudom eldönteni, hogy most ez miként zajlik, vagy hogy. Egy biztos, az Európai Unió minden ilyen támogatást erősen vizsgál, és ebben az esetben, hogyha szabálytalanságot találnak, akkor annak a végére járnak. A lánctartozások ügyében pedig arról tudom tájékoztatni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozunk ennek a problémának a megoldásán is. Ez kétségtelenül nagyon jelentős probléma a magyar gazdaságban. A szabályozás oldaláról mielőbb lépéseket kell tenni, hogy a lánctartozás ne folytsa meg a vállalkozókat. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, Seyrin Gábor, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Meddig titkolja a nemzetgazdasági minisztérium a megszorítások részleteit címmel? Miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt Cséfalvai Zoltán államtitkár urat jelölte ki válaszadásra. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét? Egy picit tegye följebb a mikrofonját, mert úgy érzem, hogy annyira lenlók, hogy onnan nem lehet hallani. Igen, nem fogadom el, szeretném Matolcsy Györgytől személyesen hallani a választ. Köszönöm szépen. Erre természetesen a képviselőnek joga is lehetősége van. Miniszter úrnak a második soron következő azonnali kérdések órájában kell majd választ adni a képviselő úrnak a kérdésére. Köszönöm szépen. Dorosz Dávid képviselő úr, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, hogyan kaphatott erdélyi lapok felvásárlására 250 millió forintot a Szerencsejáték ZRT-től egy olyan alapítvány, amely az adományozás napján még nem is létezett címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt akkor arra fogom kérni, hogy amikor Volner Pál államtitkár úr megérkezik, a választ fogja megadni, akkor hangozhat el a kérdése.
Köszönöm szépen. Ide félre teszem. Tisztelt képviselőtársaim, El Simon László, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek, Magyar Kultúrdiplomáciai Siker Kínában címmel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Szőcs Géza államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ? Elfogadom, köszönöm szépen. Képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Képviselő úr, öné a szó, parancsoljon. Ma délelőtt egy impozáns albumot kaptam Szőcs Géza államtitkár úrtól, itt van a kezemben, amely egy a jövő héten Kínában, a Pekingi Szépművészeti Múzeumban nyíló kortárs magyar képzőművészeti kiállítás több száz alkotását mutatja be. A kínai kapcsolatokat magam is nagyon fontosnak tartom. Januárban választókerületem egyik településének, Perkátának a testvértelepülését, valamint Fejér megye testvérmegyéjét látogattuk meg. Kína nagykövet asszonyát Petőfi szülőhelyére vittem el Font Sándor képviselőtársammal együtt, majd a Dunajvárosi Főskán tettünk látogatást. Szorgalmaztam továbbá egy munkát sikerítés megtartását Shanghaiban. Kulturpolitikusként vallom, hogy a magyar kultúrdiplomáciának a mai ínséges időkben is nagyszabású projektekben kell gondolkodnia, és anyagilag is támogatnia kell a magyar kultúra nemzetközi népszerűsítését. Az előző kormányzattól örökölt gazdasági nehézségek tudatában sem fogadhatjuk el, hogy a fiskális szempontok minden esetben felülírják a nemzeti kultúra megfelelő képviseletének szempontjait. Mégis meg kell kérdeznem államtitkár úrtól, mennyi pénzt áldoz a magyar állam a pekingi kiállításra. Bár a kultúrába való befektetés hosszú távon szinte minden esetben megtérül, vajon valóban megéri ez a projekt a ráfordított összeget? Felmerül ugyanis a kérdés, nem lenne-e hatékonyabb ugyanezt a pénzt és energiát olyan piacokra összpontosítani, ahol Magyarország erősebb kulturális pozíciókkal rendelkezik, és így a ráfordítások jobban hasznosulhatnak. Vajon elérhető-e valódi kultúrdiplomáciai siker a jelenlegi forráshiányos helyzetben? Tisztelettel várom államtitkár úr válaszát. Köszönöm szépen. Most pedig tisztelettel felkérem Szőcs Géza államtitkár urat a válasz megadására. Parancsoljon államtitkár úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Magyarország, a magyar nemzet és a magyar kultúra még jelen van Kína tudatában. Még elmondható, hogy távolba szakadt rokonnak, vagy majdnem rokonnak, aféle egykori falubelinek kiálló rokonszemvel gondolnak ránk. Azonban ez az eleve periférikus jelenlét is kiszorulóban van a kínai köztudatból. Ezért, ha egészen precízek vagyunk, nem is bemutatkozni szeretnénk, hanem újra bemutatkozni egy létező ismerettséget, egy korábbi érzelmi kapcsolatot megerősíteni, élővé, korszerűvé tenni, gazdagítani. Szinte érthetetlen, hogy az előző kormányok hogyan nem ismerték fel ezt a lehetőséget, miért nem jártak el ennek megfelelően. Mi szűk egy év alatt a rendelkezésünkre álló szerény eszközökkel többek között ezt a kiállítást tudtuk megvalósítani. Hogy labdába tudunk-e rúgni mi kis szerencsétlen magyarok a nagy Kínában? Fontosnak tartom, hogy a reális tervezést ne tévesszük össze a kis hitűséggel. Való igaz, hogy gazdasági potenciálunk erősen elmarad a nagyhatalmakéhoz képest. Éppen ezért lehet hírvívőnk, nagykövetünk, védjegyünk a kultúra, amelyben abszolút versenyképesek vagyunk. Ennek horderejéhez, pozitív üzenetéhez képest igazán nem aránytalan vagy túlzott az a 40 millió forint, amennyiben a magyar adófizetőnek kerül ez a kiállítás. Köszönöm. Ben államtitkár úr, egy perces viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, köszönöm szépen a válaszát. Én magam is így látom, hogy fontosak ezek a kapcsolatok. Mint említettem, nagykövet asszonyt nem véletlenül vittük el Petőfi szülőházához, hiszen kínai utam során is tapasztaltam azt, hogy a széles kínai közönség számára sokat mondó név Petőfi Sándor neve. A szabadság szerelem néhány sorát szinte minden kínai fejből tudja idézni. Arra lennék még kíváncsi államtitkár úr, hogyha esetlegesen kitérne rá, hogy esetlegesen egy távlatos koncepcióba is illeszkedik ez a mostani kiállítás, tehát lesz-e valamilyen folytatása a kultúrás kormányzat részéről. Köszönöm szépen, még egyszer a válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr.
Egy perces viszont válasz illeti meg az államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, lehetőséget. Eleve ennek a kiállításnak közvetlen folyamánya, hogy jövőben egy majdnem hasonló méretű kínai kortárs képzőművészeti kiállítást hozunk Budapestre, amely a Szépművészeti Múzeumban lesz látható. Egyébként a mostani pekingi kiállítás a kínai-magyar kulturális munkaterv része, és közel egy éves intenzív kultúrdiplomáciai építkezés egyik kiemelkedő mérföldköve. A Hudec László shanghai épületeinek állapot felmérésével, a Balaton régió és a Dongchiang tóvidék együttműködési egyezményével, a Ningbói Magyar Gasztronómiai Fesztivállal, a shanghai magyar-kínai építészeti és kulturális műhely létrehozásával és sok más kisebb projekttel együtt abba a koncepcióba illeszkedik, amely Magyarországot Európa keleti kapujaként szeretné megjeleníteni. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Dorosz Dávid, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Hogyan kaphatott erdélyi lapok felvásárlására 250 millió forintot a Szerencsejáték ZRT-től egy olyan alapítvány, amely az adományozás napján még nem is létezett címmel? Miniszter úr halaszhatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Fónagy János államtitkár urat jelölte ki. Tiszteltel kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét. Képviselő úr jelezte, elfogadja a válaszadó személyét. Dorosz Dávid képviselő úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Örülök, hogy egyszerre vagyunk a teremben, és így kommunikációt, illetve párbeszédet tudunk folytatni. A megjelent hírek alapján, illetve a különböző értesülések alapján a Szerencsejáték ZRT 2010. december 10-én 250 millió forintot utalt át a Határok Nélkül Magyar Nyelvű Sajtóér Alapítvány nevezetű szervezetnek, hogy Erdélyben erdélyi lapokat támogasson, illetve vásároljon föl. A nemzetpolitikai részéről nem is nagyon szeretnék jelen pillanatban szót ejteni, viszont egyetlen egy probléma van, hogy ez az alapítvány a bírósági iratok alapján 2010. december 11 egyedikén kezd meg működését, azaz 2010. december 10-én, amikor a Szerencsejáték ZRT ezt az adományt átadta, egy nem létező szervezetnek adta át. Nem létezett ez a szervezet. Szeretném kérdezni, hogy igaz-e, hogy egy nem létező szervezetnek utalt át állami forrásokból 250 millió forintot a Szerencsejáték ZRT, illetve, hogyha ez igaz, akkor ön szerint, illetve a tárca szerint megvalósult-e a büntető törvénykönyv fűtlen kezelés című bűncselekménye, és ha igen, akkor mit kíván tenni a tárca ezzel? Köszönöm szépen a válaszát. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A Szerencsejáték ZRT a tulajdonosi jogokat gyakorló MMV ZRT alapítói határozat alapján a tervezett Szerencsejáték árbevétel 0,5%-át fordíthatja támogatásra. A társaság támogatási tevékenységét a Szerencsejáték ZRT támogatási szabályzata határozza meg. Társasághoz alkalmanként beérkező, akár több száz kérelemről a társaság független, ötfős, titoktartásra kötelezett társadalmi tanácsadó testületének javaslata alapján az elnök vezérigazgató dönt. A javaslatot, illetve a döntést követően a társaság minden esetben megvizsgálja a kérelmező jogképességét, bekéri az azt igazoló okiratokat, adószámot, pénzforgalmi jelzőszámot. Amennyiben a vizsgálat során megállapítás nyer, hogy a kérelmező nem jogképes, vagy köztartozása áll fenn, illetve támogatásra egyéb oknál nem jogosult, így a már elkészített kötelezettségvállalási nyilatkozatot nem bocsájtja ki, és az adomány nem kerül kifizetésre. Jelen esetben a társaság társadalmi tanácsadó testülete 2010. december 10-én napján megtartott ülésen javasolta a Határok Nélkül a Magyar Nyelvű Sajtóért Alapítvány támogatására 250 millió forint összeggel a határon túli magyar nyelvű sajtótevékenység ápolására és megsegítésére támogatás nyújtását. A javaslat alapján a társaság elnök vezérigazgatója 2010. december 10-én
adománylevelébe elkészítette fenti célra a közérdekű kötelezettségvállalási nyilatkozatot azzal, hogy annak kibocsátására kizárólag a jogképesség és egyéb feltételek igazolására kerül sor. A társaság bekérte az alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő végzést, megállapította, hogy a bíróság az alapítvány november 26-án kelt alapító okirat alapján december 2-án nyilvántartásba vette, és ez december 11-én jogerőre emelkedett. Engedelmével, elnök úr!